ki lehet ide tenni, hogy a Vásárhelyi már éppen ezt kérdezi tőlünk, ezért csak jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Mármint a könyv. Igen. Valahogy megvagyunk Vásárhelyi Mária első nem tudományos jellegű kötete, ami kétségtelenül szokatlan. Vásárhelyi Máriával ugye egész tanulmányaim több mint 20 éve, évtizedek óta találkozom, olvasom, tanulom, és ez most egy más jellegű könyv. Személyes. Igen, ez tulajdonképpen bizonyos értelemben egy családtörténet, aminek azért komoly társadalmi, történelmi konnotációja is van. Az én édesapám a Nagy Imre kormány tagja volt, és a forradalom leverése után minket 2 évre Romániába deportáltak, tehát a kormány tagjait és a családtagokat. Miért olyan messze? Miért nem csak valahova vidékre? Azért, mert az volt, ugye, amikor véget leverték a forradalmat, akkor ők még már a Kádárék sem tudták pontosan, hogy milyen sorsot szánnak a Nagy Imre kormány tagjainak, és azért vittek bennünket ilyen messzire, hogy senki ne tudja, hogy hol vagyunk. Tehát amikor... Tehát egy szimpla internálás nem lett volna elég? Nem. Nem. És hol voltak egyébként? Hova kerültek? Hát Romániába kerültünk, azon belül 3 helyen voltunk, Snagovban, Pitesben és Kalimanesben, ezek mind a Kárpáton túli kisebb-nagyobb városok. Milyen körülmények között, és hány éves volt akkor? Hát én kicsi voltam, 3 éves voltam, tehát ezek alapvetően természetesen nem az én emlékeim, hanem hát ilyen emlékfoszlányokból és családtörténetekből és rengeteg dokumentumból összerakott történet. Először nagyon jó körülmények között voltunk, mert nem tudták, hogy milyen sorsot szánnak nekünk, tehát az is benne volt a kalapba, hogy visszakerülünk, hogyha itt lecsillapodnak a harcok és rendeződnek a viszonyok. És aztán, hát ugye minket novemberbe vittek el, és hát nagyjából januárra körvonalazódott, hogy bíróság elé fogják állítani a Nagy Imre kormány tagjait, és onnantól fogva a körülmények rohamosan romlottak, és aztán áprilisban letartóztatták a férjeket, elvitték, és hát utána igazából mi már csak túszokként voltunk ott, mert csak mi tudtuk, hogy mi történt ezekkel az emberekkel, mert ugye a magyar közvéleménynek fogalma se volt, hogy hol vannak. Ez a könyv alapvetően ezt a történetet írja le, illetve hát azoknak a nőknek, a mi anyáinknak a fantasztikus helytállását, akik hát ugye úgy éltek ott, hogy hát teljesen be voltunk zárva, senkivel nem tarthattunk kapcsolatot. Itt Magyarországon a hozzátartozóknak fogalma nem volt, hogy velünk mi van, és mi se tudtuk, hogy velük mi van. Azt se tudtuk, hogy mi van a férfiakkal. És hát ezek a nők elképesztő erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a mi életünket mégiscsak elviselhetővé tegyék, és minél kevesebb sérüléssel ússzuk meg ezt a történetet. Hogyan tudott az ön édesanyja helytállni ebben a hazug, igazságtalan, ahogy ön is fogalmazott ugye a könyv összefoglalójában, hogy ebben a részben paranoid rendszerben? Hát ő tényleg ezt tartotta szem előtt, hogy valahogy, hát ugye mi hárman vagyunk testvérek, hogy mi valahogy hát ne legyünk egész életünkre sérült emberek, és ez sikerült is nekik, ez a női közösség, ez egy fantasztikus összetartó, szolidáris, önfeláldozó társaság volt, de hát azért ez nem egy ilyen patetikus regény, hanem hát igyekeztem azokkal a hétköznapi, hol vicces, hol szomorú történetekkel, nem tudom, színesíteni, ahogyan él 13 gyerek és 18 felnőtt ilyen körülmények között. Hogy lett vége, és miért? Hát akkor lett vége, amikor nyilvánosságra került a Nagy Imre Nagy Imrék elleni ítélet. Ugye hát az egészen drámai volt, ahogy tehát ugye június 16-án végezték ki Nagy Imrét, és társait, és akkor szembesültek az ítélettel a többiek, de mi csak augusztusban tudtuk ezt meg. Onnantól fogva mi már nem voltunk fontosak, mert onnantól fogva már... Tehát a magyar közvélemény hamarabb tudta meg, hogy itt több embert kivégeztek, többet hosszú börtönbüntetésre ítéltek,
De amikor már ezt velünk is közölték, akkor onnantól fogva már nem volt fontos, úgyhogy először, hogy mi ott legyünk, először a két idősebb testvéremet hozták haza, mert ők iskoláskorúak voltak, és hogy legalább ezt a tanévet már el tudják kezdeni itt iskolában. Mi pedig az édesanyámmal október végén. Tehát ez így pont 2 év volt, és de hát persze ez borzalmasan drámai volt, amikor ott feleségek, anyák megtudták, hogy már 2 hónapja özvegyek, nem él a férjük. A könyv egyébként akkor igazság szerint azt a részt is feldolgozza, amikor már visszakerülnek Magyarországra? Hát ez vagy csak ez nagyon érintő. Csak érintőleges. Igen, csak tehát inkább az ugye kint ki hogy helyezkedett el, meg ugye akiket halálra ítéltek, azoknak elvették a lakását, teljes vagyonelkobzásra ítélték őket. Tehát ez csak egy ilyen lecsengése a történetnek. Én nagyon kíváncsi vagyok, nagyon várom, hogy elolvassam 2 szempontból is. Az egyik, amit mondott, amit többször is hangsúlyozott most ebben a rövid beszélgetésben is, hogy azok az asszonyok hogyan őrizték meg a méltóságot, a derűt. Igen. És az erőt egy ilyen helyzetben, ahogyan megőrizték, másfelől pedig, hogy ki miért lesz áldozat, és miért válik szemmé a láncban egy elnyomó rezsimben, ami bármelyikre igaz. Hát igen, és azt gondolom, hogy azért is fontos, és tulajdonképpen engem is ez motivált alapvetően, mert most egészen más narratívákat hallhatunk erről a történetről, és én szerettem volna a legalább az utókor az én történetemet is megismeri. Köszönjük szépen! Én is köszönöm.